A műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Kedves nézőink, köszöntöm Önöket a Pannon Televízió közügyek című magazin műsorában. Októberben világszerte megmozdulásokat szerveznek a mellrák ellen. Műsorunk mai témája a megelőzés lesz. Újabb voksolás a hétvégén, ezúttal Tiszakálmánfalván, Bodiszaván. A budapesti székhelyű Nemzet Stratégiai Kutatóközpont tegnap este bemutatkozott Szabadkán. Továbbá szó lesz azon minisztériumi döntésről, amely népszerűsíteni a sportot a fiatalok körében, de szó lesz arról is, miért döntünk a népi hagyományok választható tantárgy mellett. Tartsanak velünk! Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek. Októberben világszerte megmozdulásokat szerveznek a mellrák ellen. Mai témánk a mellrák, illetve a megelőzés lesz. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy jobb megelőzni, mint gyógyítani. Mai vendégem dr. Csernetics Ilona, onkológus. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket is! Tudom, hogy az orvosok nem nagyon szeretik a statisztikai adatokat, de Szerbiában minden 8. nőnél előfordul ez a betegség, és a mellrák azon betegségek közé tartozik, amely korai fázisában még felismerhető és sikeresen kezelhető, mégis magas az elhalálozások száma. Miért van ez így? Igen, ez így igaz, hogy azok az előjelzések vannak, hogy ebben az évtizedben minden 8. nő kaphat mellrákot, nem csak Szerbiában, hanem az egész világon, tehát értem alatta a fejlett nyugati világot is, nem csak a mi környezetünket, illetve a mi vidékünket. A megelőzés azért nagyon fontos, éppen azért, mert a mellrák az a rossz indulatú betegségekhez tartozik, aki eredményesen gyógyítható, ha korán felfedezik. Minél előre haladottabb fázisba fedezik fel, annál kevesebb az esély a gyógyulásra. Tehát nagyon fontos a korai felfedezés, és éppen ezért szervezik meg a szűrő vizsgálatokat. Tehát az úgynevezett screening vizsgálatokat, vagyis a mellrák előzetes felfedezése érdekében a mammográfiás szűrő vizsgálatokat. Melyik korosztálynak javasolt a mammográfiai szűrővizsgálat? Tehát gondolom nem 20 éves korban kell ezt kezdeni. Nem 20 éves korban kell ezt kezdeni, ez nyilvánvaló, de mindenképpen azt el kell mondanom, hogy téves az a felfogás, hogy a fiatal nőknél nem jelentkezhet már rák. Tehát mindenki figyeljen oda az egészségére. Viszont a szervezett szűrővizsgálatokat 40 éves kor után, ami mi környezetünkben 49 éves kortól végzik szervezetten. Tehát a nők behívókat kapnak, amit átlagban a szavazólisták alapján tudnak összeállítani, és nagyon fontos lenne, hogy ezt mindenki nagyon komolyan vegye, mert nyilvánvaló, hogy sokkal könnyebb a megelőzés és a gyógyítás, mint amikor már egy olyan fázisba tudjuk megtalálni ezt a betegséget, illetve hozzánk fordul a beteg, amikor már maga is kitapintotta. Ugyanis el kell mondani, a szűrővizsgálat, tehát a mammográfiás vizsgálat föl tud fedezni, meglát olyan daganatot, amit nem lehet kitapintani. Amikor már a daganat tapintható, az nem a legkorábbi fázis. Tehát itt az a lényeg, hogy olyankor kell még megtalálnunk, amikor még talán nem is tapintható. Ezeket erre a szűrővizsgálatra általában 40 éven felüli nőket hívnak. Mi a helyzet akkor? Hogyan tudnak elmenni egy ilyen szűrővizsgálatra a fiatalabb korosztály, mondjuk a 25-30 éven felüli korosztály? Az ilyen fiatalabb hölgyek esetében két dologra kell odafigyelni. Elsősorban az önvizsgálat. Az egy fontos dolog. Tehát minden nő, tehát minden hónapban egyszer végezze el a tapogatást. Tehát
a saját szervezetére ügyeljen és figyeljen. Ez az időpont nagyon fontos, hogy a havi vérzés közepén legyen, tehát nem a vérzés idején, vagy közvetlen megelőzőleg, mert akkor a mell egy másmilyen szerkezetű, tehát nem olyan könnyen lehet megtalálni. Gyakrabban nem kell, csak havonta egyszer. A másik dolog viszont az, hogy ha orvoshoz fordul bármi másoknál fogva, akkor az úgynevezett választó orvos is odafigyel, és ezt a vizsgálatot el tudja végezni. A harmadik, ami nagyon fontos, főleg olyan nők esetében, ahol a családban halmozottan jelentkezik mellrák, vagy petefészekrák, vagy hasnyálmirigyrák, vagy vastagbélrák, ilyen esetekben különösen és mindenképpen nagyobb figyelmet kell szentelni a szervezetünknek, illetve az egészségünknek. Amikor behívják a nőket erre a szűrővizsgálatra, milyen százalékban jelennek meg? Nálunk aránylag kis százalékban, az úgy lenne eredményes, ha legalább 60-70%-a jelentkezne. Nem mondjam azt, hogy 100% az volna tökéletes, amire nem igen van példa, de azért nálunk aránylag nagyon kis százalékban jelentkeznek, és én azt hiszem, hogy ez nagy hiba. Nyugaton ezt máshogy oldják meg. Ha megkapja a szűrővizsgálatra behívót, nem jelentkezik egyszer, kiküldik még egyszer, ha nem jelentkezik tovább, bérmentve, tehát ingyen ellátást nem kaphat. Azt hiszem, ha nálunk is hoznának egy ilyen döntést, akkor egyféle módon ez hozzásegítene ahhoz, hogy komolyabban vegyük ezt a szűrővizsgálati kérdést. Számos akciókat szerveznek, a megelőzést ugye szorgalmazzák, mégsem jelennek meg a nők akkor megfelelő mértékben ezek az akciók, mégsem olyan sikeresek akkor? Azt hiszem, hogy nem az akció szervezéssel van a gond, hanem a lakosságnak az egészség tudata, tehát az önmagával való törődés, illetve nem törődömség. Ugyanis én azt hiszem, hogy mindenkinek kötelessége az, hogy törődjön a saját egészségével is, és ha ez legalább hozzáférhető, tehát elérhető helyen van, pénzbe nem kerül, akkor ezt valóban meg kellene tenni, mert ez egy nagyon fontos dolog. Ha később fedezzük fel, úgy, ahogy mondtam, a gyógykezelés mindig kevésbé és kevésbé lesz sikeres. Nagyon sok nő esetében azt hiszem, hogy az okoz gondot, hogy homokba dugják a fejüket, nem akarnak szembesülni a problémával, mert félnek, ha esetleg probléma van. Nagyon sok nő fél az amputálás lehetőségétől is. Hát el kell, hogy mondjam, hogy az úgynevezett mellamputálás az már egy a múlté. Az a dolog a múlté. Elsősorban a mai világban már nem úgy látják el ezt a problémát, hanem főleg, amikor a daganat még kicsi, akkor a mellből csak a daganatot a környező szövetekkel távolítsák el. Vagy ha talán a daganat valamivel nagyobb, akkor egy megelőző gyógykezelés, és ezt követi a műtét, amikor a daganat összehúzódik, és úgy szintén nem kerül sor a mell eltávolítására. De ha valaki talán mégis elmulasztja még ezt a fázist is, hogy jelentkezzen, akkor létezik az úgynevezett bőr alatti masztektómia, vagyis a mell szövetet eltávolítják, és a helyébe azonnal protézist tudnak betenni, akár protézist, vagy pedig a mai korszerű sebészet is, ez az álláspontja tulajdonképpen a nyugati fejlett sebészetnek is, hogy a nőnek a szervezetéből újra szerkesztenek, hogy úgy mondjam, egy mellett, tehát a saját szöveteiből, ami nem hordoz semmilyen veszélyt a szervezettel szembe, nem idegen test. Továbbá hozzátegyem, hogy a gyógykezelési lehetőségek lényegesen módosulnak, és jobbak, mint régen voltak. Valamikor csak is a citotoxikus gyógyszer, tehát a műtét után ilyen gyógyszereket adunk, vagy adtunk, ami azt a célt szolgálta, hogy a daganat sejteket elpusztítsa. Ma meg kell mondanom, hogy a tudomány nagyon sokat fejlődött, főleg a mellrák esetében, és fölismernek most már olyan hibás géneket, akik felelősek a ráknak a kialakulásáért. Hogyan? Olyan módon, hogy ezek a meghibásodott gének tulajdonképpen rossz jeleket, tehát rossz, hibás információkat közvetítenek a sejtek felé, amik akkor elkezdenek szaporodni. Azon kívül a gének rossz működése folytán a sejtek elhalása is lelassul, vagy egyáltalán nem következik be. Tehát a daganat sejtek élnek és hosszú ideig élnek. Ezért lehetséges az, hogy a daganat progresszív, tehát fejlődő és haladó.
Na már most léteznek olyan gyógyszerek, akik ezeket a hibás géneket, illetve az általuk közvetített jeleket le tudják kapcsolni. És így a sejt nem tud megmaradni, már úgy értem a rákos sejt. Tehát ma már sokféle lehetőség áll a rendelkezésünkre, hogy ezt a betegséget eredményesen gyógykezeljük. És működik-e rehabilitációs program Szerbiában, és mennyire fejlett? Igen, hát nyilvánvaló, hogy az ilyen műtétek után nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő rehabilitáció útján a beteget fölépítsük és visszaállítsuk a mindennapi életben, úgymond tökéletességében, mintha mi sem történt volna. Szabadkának van rehabilitációs osztálya, de az akkor működik, mintha a beteget oda elutaljuk. Nyilvánvaló, hogy ez hiányzik a mi orvoscsoportunkból, annak ellenére, hogy ezt már kértük, de még nem került rá sor, hogy egy ilyen orvost részt vegyen minden alkalommal nálunk az onkológiai osztályon, a közös viziteken, és akkor ilyen módon segítse ezeket a betegeket. Ez a rehabilitációs program kiket foglal magába? Pszichológusokat, esetleg plasztikai műtétet is? Na persze, ez egy hozzákapcsolódjak ehhez, hogy erre vonatkozóan Kamenica Intézetnek van tökéletes rehabilitációs csoportja. Nyilván itt szélesebb körben nem csak a fizikai fölépülést kell érteni, ami a rehabilitáció alatt, hanem a lelki felépülést is, amihoz nagyon-nagyon hozzátartozik a pszichológus, amit szintén kérünk évek óta, de még mindig nem kapcsolták, nem adódott rá lehetőség, hogy az orvoscsoportunkhoz kapcsolják, mert a pszichológusnak nem az a feladata, mint máshol, hogy elvégezze pszichológiai tesztet, hanem itt egy hosszú ideig támogatást kell nyújtani a betegnek, de a családjának is, hogy ilyenkor hogyan kell egy ilyen embert kiemelni ebből a súlyos helyzetből, és visszavinni a mindennapi életben. Ugyanis nyilvánvaló egy mellműtét az magával vonja azt is, hogy a nőiesség szimbóluma sérül, ami egyben lelki sérülést is okoz. És itt megint segít a plasztikai sebészet, amint az előbb is említettem, hogy ma már nagyon eredményesen tudják ezt protézissel, illetve a szervezetben megfelelő izom- és zsírszövetekkel a mellből hiányzó részt pótolni, ami a szervezetnek nem idegen, mert a saját szervezetéből ered, és nagyon-nagyon szép és jó eredményeket ad. Ilyet végeznek a Kamenicai Intézetben is. Tulajdonképpen akkor most nagyon-nagyon fontos szerepe van a családnak, tehát az ilyen betegeknek a támogatásában, gondolom, de ez egy külön téma, és ez egy nagyon komplex téma egyébként is, úgyhogy egy következő beszélgetés alkalmával folytatjuk majd. Igen. Köszönöm szépen, hogy én köszönöm a lehetőséget, volt. Hogy itt lehettem. A Nemzet Stratégiai Kutatóközpont Kutatóintézet bemutatkozott tegnap este Szabadkán. Ez tulajdonképpen a magyar kormány háttérintézménye, amely egy szakmai műhely, amelynek feladata a magyar örökség korszerű újrafogalmazása. Kutatásokat végez és koordinál, javaslatokat tesz a Kárpát-medencei kulturális, társadalmi és gazdasági tér fejlesztésére. Egy bejátszás következik. Az integráció korát éljük, és én azt gondolom, hogy a NATO meg EU integráció után eljött a nemzeti integráció ideje, a nemzetegyesítés ideje. Nyilatkozta Pannon RTV-nek Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a szervezet Kárpát-medencei bemutató körútjának első állomásán. Véleménye szerint megszülettek azok a közjogi lehetőségek, amelyek lehetővé teszik a külhoni közösségek csatlakozását a magyar nemzethez. Azt gondolom, hogy újra kell fogalmazni a 21. század körülményei között a haza fogalmát, és jó, hogyha Kárpát-medencében, a Kárpát-hazában gondolkodunk, és ezen gondolatiság jegyében jöttem szövetségeseket keresni, találni, az ő hívásukra vagyunk itt, és egyben a bemutatkozó körútunk kapcsán azért
időzítettük éppen október 23-a előtti hétre, mert úgy gondolom, hogy ha nemzetstratégiáról beszélünk, ha jövőt tervezünk, akkor nagyon fontos, hogy az elődeink hagyatékát ápoljuk. A hagyományápolásban élen jár a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ. Az Egyesület fennállásának 142. évfordulója alkalmából Takács Márta elnök mondott köszöntőt. Elmondta, hogy a központ mozgalmas évadot zárt. Ebben a mozgalmas évben többször fölmerült a kérdés, hogy lehet-e a népkör nélkül? Hát bennünk az a válasz formálódott, hogy nem érdemes. És hogyha nem szeretnénk ilyen fellengzősen fogalmazni, akkor az is fölmerülne, de hogyan? Mi úgy gondoljuk, hogy jó munkával és ugyanilyen energiával tovább, és az önök segítségével ugyanígy tovább. A vajdasági magyar közösség számára megtisztelő, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet először a Délvidékre látogatott el. Mondták többen is az eseményen. Ez a vajdasági a kitartó és elhivatott munkájának az elismerése, tették hozzá. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői és a vajdasági közélet szereplői a délután folyamán hosszasan tárgyaltak a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szakembereivel az együttműködésről. A Vajdasági Magyar Közösség és a Vajdasági Magyar Szövetség tevőleges, alkotó partnere kíván lenni a kutatóintézetnek. Tevőleges és alkotó része tud lenni a kutatóintézet erőfeszítésének a saját érdekünkben és az egész nemzet érdekében. Szeretném erről a helyről elmondani, hogy nekünk az az ambíciónk, hogy megfogalmazzuk a jövőre vonatkozó elképzeléseinket, hogy azok megvalósításához itt Szerbiában, Kárpát-medencében és az anyaországban partnerokat és segítőket találjunk. Az a szándékunk és meggyőződésünk, hogy csak így tudunk talpon maradni és előre haladni. A Magyar Nemzeti Tanács a stratégiai gondolkodás híve. 7 stratégiát is kidolgoztak a közösség céljainak megvalósítása érdekében, mondta Kórhec Tamás, az MNT elnöke, továbbá egy közmondás kapcsán hozzátette, hogy a vajdasági magyar közösség tagjai egy olyan hajóban utaznak, amely pontosan meghatározta azt, hogy hová kíván eljutni. A Magyar Nemzeti Tanács egy nagyon széles közösségi konzultáción keresztül 7 stratégiai dokumentumot fogadott el, amelyben a szakpolitika módszertana szerint meghatározta nem csak azokat a stratégiai célokat, amelyeket szeretne ez a közösség megvalósítani, hanem azokat a programokat is, amelyen keresztül ezeket a célokat megvalósítani szeretnénk. Ezért gondolom az, hogy itt nagy mértékben egy szellemi rokonságról van szó. És én nagyon örülök, hogy országos szinten is a nemzetpolitikában erőteljesebben jelenik meg majd a stratégiai gondolkodás. A stratégiai gondolkodással párhuzamosan pedig a stratégiai tervezés és a stratégiai fejlesztés. Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke beszédében elmondta, hogy hazajött Szabadkára, hiszen Székelyudvarhely polgármestereként testvérvárosi kapcsolatot épített ki a várossal. Mostani funkciójában azt tartja legfontosabbnak, hogy minden magyar ember a nemzet részének érezze magát. Valamennyi gazdasági erőforrásnál fontosabb a magyar ember, a magyar kultúrkörhöz tartozó emberek. És nekünk az a dolgunk, hogy minden egyes magyar embert, minden egyes magyar gyermeket fölkaroljunk, egyáltalán megtudjuk, hogy hol létezik, hogy nemzeti kataszterünk legyen, hogy a legelrejtettebb szórványban is fölkutassuk azt a néhány magyar családot, az abban a magyar családban a Jóistentől ajándékba kapott magyar gyermekről tudomást szerezzünk. Azt tudjuk egészen pontosan, hogy melyik esztendőben született, hogy rá hány évre kellett magyar iskolába beiskolázni, hogy aztán mikor lesz ő mondjuk 5-8-as, hogy mikor lehet majd egy középiskola, vagy miért ne egy egyetemi ösztöndíjjal, akár olyan kőzegbe vinni őt, vagy olyan lehetőséget fölkínálni a számára, hogy ne az asszimiláció útján
elvesszen a nemzetünk szempontjából, hanem éppen azáltal, hogy magyar fiatallal, másik egy magyar lány, egy magyar fiúval találkozhat, ismerkedhet meg, akkor ott ismét magyar család és magyar gyerekek születnek, és ezáltal a magyar jövő, a magyar nemzeti közösség gyarapodását tudják szolgálni. De vihart oldó déli szél borzol kölyök fejemre lágy barackokat, és a hegytetőn majd minden meszt lehántva, kacagva éj. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet szabadkai bemutatkozó estjén zenei csemegével is szolgáltak a megjelenteknek. Bot Miklós, Ferenci György, Szokolai Dongó Balázs és más előadó művészek léptek fel a műsorban. Te hagytál el, nem én téged, déli báb volt a hűséged, a déli báb volt a hűséged, ha te... Od 4. oktobra do 30. novembra 2013. godine na teritoriji Republike Srbije sprovodi se istraživanje zdravlja stanovništva. Molimo vas da ukoliko baš vaše domaćinstvo posjeti tim anketara, odvojite malo vremena i odgovorite na pitanja. Da znamo koliko smo zdravi. Júliusban minisztériumi határozat született arra vonatkozóan, hogy az iskolák az első és a második fél évben egy-egy sporthetet szervezzenek. Vendégem erre a témára Nagy Varjas Árpád, a Vegyészeti Technológiai Iskola tornatanára. Üdvözöllek stúdiónkban! Egyes iskolákban még nem szervezték meg ezt a sporthetet, de ti már túl vagytok rajta. Hogyan nézett ez ki nálatok? Nekünk is elég fejtörést okozott, hogy most mit is kezdjünk ezzel az információval. Ugye szeptember elején jött a minisztériumtól egy e-mail, hogy hát kötelesek vagyunk letartani ezt a sporthetet, de semmilyen utasítást nem kaptunk, hogy talán ezt hogy is kéne, hogy kinézzen. És akkor hát az történt, hogy mi ugye kollégák egymás között telefonok, és akkor hát ti hogy csináljátok? És akkor hát tanácskoztunk, ahol egy konkrét megoldás nem született. Hát akkor mi iskola szintén úgy gondoltuk, hogy talán az lenne a legfájdalommentesebb, hogyha az a hét úgy néz neki, hogy a délelőtti váltás utolsó órája és a délutáni váltás első órája alatt szerveznénk meg ezt a sporthetet. Diákok ugye nem veszítenek így a tananyagból semmit. Holott viszont ennek az lenne a célja, hogy ugye minden diák részt vegyen ezen a sporthéten, ugye már hát ekkor csak azokat a diákokat tudtuk kivenni a tanításból, az oktatásból, akik hát részt vettek ezen a sporthéten. Ugye mi röplabdát szerveztünk, labdarúgást, kispályás labdarúgást, súlylökést, távolugrást, kosárlabdát, és elég jó, vendégül láttuk ezen a héten a szomszéd építészeti középiskolát és politechnikai középiskola most már, és nem volt rossz, tehát amennyi információnk volt, abból szerintem jól ki tudtunk jönni. De nem csodálkozom, tehát a többi iskolán, hogy nem tudtak ennek eleget tenni, mert hát ugye, mint helyszűke, az is itten szerepet játszik, hogy egyáltalán az iskolának nincs megfelelő föltételű. Igen, azért ennyi programot egy tornateremben bonyolítottatok le. Hát igen, nekünk szerencsénk van, hogy egy egész jó kinti pályával rendelkezünk, vagyis kettővel, és akkor így tudtunk programot csinálni, de ugye vannak iskolák, nem csak Szabadka területén, hanem több városban is, hogy tehát akinek egyáltalán nincsen föltétele a sportoláshoz, ugye, és hát ezt nem nézte a minisztérium, tehát őnekik is szintén meg kellett csinálniuk. Ugye, tehát szerintem, ahogy említettem is, volt ennek az lenne a lényege, hogy a népszerűsítsük a sportot, vagy nem is a sportot, hanem a szabad aktivitást, és valljuk be őszintén, tehát ezeken a foglalkozásokon azok a gyerekek vettek részt, akik emígy is aktívak, mint csak klubban. Csak így tudtátok úgy megszervezni, hogy ne essen hát igen. A tananyagon, ne tehát essen. Mondhatjuk, hogy eleget tettünk a minisztériumi kérelmnek. Tulajdonképpen ez az Európai Unióban teljesen normális, hogy sporthetet szerveznek, de ott ne felejtsük el, hogy csak egy váltásban, délelőtti váltásban járnak többnyire hát a gyerekek. Így igaz. Tehát ott ugye az oktatás az délelőtt folyik,
és délután pedig a minden másféle szabad aktivitás. És akkor ott azért ennek nagyobb tere is van, ugye? Gondolom az általános iskolák, de lehet, hogy tévedek, picikét könnyebb helyzetben vannak, ugye? Mert hát a gyerekek ott vannak az iskolák körül nagy részt. De viszont mi nekünk középiskolában a diákjaink 50-60%-a utazó. És akkor itt problémát jelent az, hogy be tud jönni, nem tud bejönni. Ugye itt most nem csak a sporthitre gondolok, hanem egyáltalán a szakkörök terén is, amit hát ugye kötelesek vagyunk letartani. Este 7:30 előtt nem tudunk szakkörhöz nyúlni, délelőttösök hazautaznak, visszautaznak, tehát nem fogják, tehát ez már gátolja, és hát ilyenkor már a gyáknak vissza nincs is kedve nagyon visszautazni, ami teljesen érthető. Ugye itt, hogy említetted volt, hogy hát ugye unióban ez teljesen másképpen működik, és nem csak unióban, hanem már környező országokban, akik még nem tagjaik az uniónak, ők csak délelőtt mennek iskolába, és délután, tehát ezt nagyon szépen le lehet vezényelni. Tulajdonképpen az általános iskolákban, ha jól tudom, mivel náluk ez a köztes váltás szinte Igen. sok esetben nincs is, ők 35 Igen. perces órákkal oldották meg. Ez ilyenkor nem írathatnak ellenőrzőt a tanárok, és a tananyagon is csorba, tehát egy kicsit... Hát így van, most igen, csorba esik a tananyagon is, ez egy nagyon erős összehangolt munkát igényel, tehát mind a testnevelés szakosok és a tanárok között, hogy hát ugye most akkor azon az egy hét, ugye már hát a tanárok megtervezik, hogy ugye most már nem hát éves tervet, hanem havi tervet adunk le, tehát akkor is már megvolt a havi terv, és akkor mi nekünk a rendeletben az volt, hogy szeptember folyamán kellett azt megcsinálni, ezt a sporthetet, és akkor borul minden. Tehát akkor, ami terv volt arra, amit a harmadik hétre... Tehát a tanároknak, iskolai igen. igazgatóknak találékonynak kellett lenniük. Igen. És hát szerintem, hogyha ez átmegy egy gyakorlatba, akkor ezzel későbben majd nem lesz probléma. Csak hát ezt be kéne venni, ugye én amondó vagyok, hogy szerintem ez nagyon beleférne. Ugye törvény előírja, hogy 185 tanítási napnak kell, hogy legyen egy iskola évben. Harmadik, tehát középiskolára biztos általánosról nem beszél, nem tudok véleményt mondani. Na most itt szerintem lenne egy olyan lehetőség is, miért ne, hogy akkor azon a héten akkor tényleg se sportolunk. Na viszont mi is bajba lettünk volna, őszintén szólva, tehát ugye mondtuk volt, hogy nekünk elég nagy az udvarunk, de azért ugye az iskolának van 800 diákja, most mind a 800 diákot aktívan bevonni, hát nem lett volna egyszerű. Esetleg megoldás lehetne, hogy a sporthetet mondjuk rá város szinten szerveznék meg, és bekapcsolnák az uszodát, a sportpályákat, sportcsarnokot esetleg, és lehet, hogy így nem csak azokat a gyerekeket tudnánk Igen. bekapcsolni, illetve tudnátok bekapcsolni, akik sporttal foglalkoznak, hanem tényleg akkor csak erről szólna az egész. Igen, tehát ez egy jó ötlet lenne, szerintem egy nagyon-nagyon erős és kemény szervezést igényelne, de szerintem kivitelezhető. Ez valamilyen szinten hasonlíthat arra is, hogy amit hát tudjuk, hogy a Magyarországra iratkozó egyetemistáknak ott kötele, ugye első két évben muszáj valamilyen testnevelési programot választani, és arra járni kell. Tehát ilyen formában miért ne? Én elképzelhetőnek tartom, hogy ez így megvalósuljon. A tavaszi sport hétre szerintem korai, de jövőre igen, csak hát ennek tehát akkor a városnak mögé kell, hogy álljon. Mint testnevelés szakos, Igen. és ugye, aki egyébként is sokszor találkozik, ugye szakköröket tartasz. Mi a tapasztalatod, hogy a mai fiatalokat nagyon biztatni kell, illetve rá kell beszélni arra, hogy sportoljanak, vagy így is egyfajta divat mondjuk rá a sport a körükben? Hát én tapasztalataim azt mutatják, hogy én nekem az iskolában igen-igen elég nehéz motiválnom a gyerekeket. Na most ennek ezt be tudom a kényelmes életmódnak is, ugye, mert a maga sportnak, tehát hogy most kicsit ne csak a testnevelésről beszéljünk, tehát most ugrálok gondolatba, tehát én nagyon boldog vagyok akkor már, amikor én nekem jön egy diák, és azt mondja, tanár úr, esténként futok, hú, ez én nekem már nagyon jó, én már elértem a célomat, és ez már tökéletes, tehát nem beszélünk versenysportról. De ugye az kéne, hogy a diákok lássák, meg hát az ifjúság is, hogy a sport többet ad nekik, mint mondjuk a komputer, vagy a mobiltelefon. Véletlenül sem nézem le a komputert, meg a mobiltelefont, egyértelmű, hogy kell. De viszont kombinálni, így igaz. Vagy mondjuk ugye azok az éjszakában nyúló kimaradások,
kal szemben, ha versenyez a sport, tehát a sportnak sokkal többet kéne, hogy adjon. Sajnos itt azt is a számlára tudom mérni, hogy nagyon sok, hát hogy mondjam, nem szakember dolgozik a sportban. Törvény még nem írja elő, hogy az edzőknek muszáj, hogy diplomásak legyenek. Ebből kifolyólag nagyon sokszor hallunk szakszerűtlen foglalkozásokat is, és ez is egy nagyon távol tartó erő. Ez egy külön téma, amivel majd foglalkozunk. Igen. Tehát tulajdonképpen megállapíthatjuk, hogy erre a sport hétre, illetve erre a sport népszerűsítő akcióra szükség van, de még pontosabban, részletesebben ki kell dolgozni a programot rá. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és elbeszélgettünk. Játékra fel! Ha kiscsoportos vagy alsóosztályos vagy, játsz velünk! Légy kitartó, ügyes és nyerj csodasarkot osztályodnak! Kattints a www.milyenkavaros.hu címre, oldd meg a feladatokat, küldj rajzokat, meséket! Start szeptember 27-én! Ajándék minden játékosnak! Nyerje meg a te csoportod, osztályod a 100.000 forint értékű csodasarkot! www.milyenkavaros.hu Játékra fel! A műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? A szennyvíz elvezető csatorna hálózat hiánya jelenti a legnagyobb gondot Erzsébet lakon. A bánáti faluban az utcákat is le kellene aszfaltozni, mondják a helyiek. Ennek ellenére a falubeliek keményen dolgoznak a turizmus fellendítésén. Erzsébet lak Lízika, Béloblato vagy Elisenheim. Amint egy 1300 lelket számláló település a középbánsági körzetben helyezkedik el. A falu viszonylag fiatal. 1876-ban a Tisza áradása elpusztította a települést, majd 11 évnek rá telepítették be újból. Németek meg a magyarok nem sokára ugye azok jöttek elő, mint kubikus nép. Aztán pedig 1883-ban Padináról a szlovákok lettek betelepítve. A bolgárok pedig Lukás falváról jöttek ide Erzsébet lakra. A lakosság összetétele meglehetősen vegyes. Többségben szlovákok és magyarok élnek itt, de laknak a faluban bolgárok és szerbek is. A tarkaság ellenére az Erzsébet lakiakra jellemző az erős összetartozás. Erzsébet lak egy specifikus település. Sokan szeretjük, mindnyáján szeretjük, akik itt születtünk és itt élünk, lakunk. Tehát egy olyan közösségre van szó, amely egy kiváló szinten van, ami azt illeti, hogy összetartanak, összetartó közösség. Szívesen segítünk a faluban, hogy még jobban összetartson a nép és közreműködjön. Napjainkban Erzsébet lak egy rendezett, takaros helység. Gondok azonban vannak. Amint egy 15 kilométeres úthálózatból csupán másfél kilométeren van szilárd burkolat. A falut körülvevő tavak, illetve a Bega közelsége miatt magas a talajvíz, ami jelentősen megnehezíti a szennyvíz elvezetését. Komoly problémáink vannak a szennyvíz levetéssel és a szennygödrökkel, meg, és akkor itt van mellettünk a császártó, ugye itt van mellettünk a hallgazdaság, és ez biztosan nem bírjuk mondani, hogy pozitívan hat a vízben élő lényeknek az egész. Csak hogy szerencsé, hogy nem épp a nagy faloszt, akkor nem bírunk mondani, mert nincs valami, nem tudom, milyen nagy valami cég, ami rengeteg valami szennyvizet csinálna, de hát minden esetre évek folyamán az problémákat okoz. És hát azon dolgozunk, hogy valami módon az meglegyen. Most pályáztunk egy pályázaton a szennyvíz levezető csatorna projektumára, hogy valahogy kapjunk pénzt, mert a helyi hozzáról is sajnos még a projektumra se nem volna elég. A településen 10 évvel ezelőtt épült fel a tájház. Az egész évben látogatható létesítmény a falu több nemzetiségű voltát tükrözi.
Ez az egyik fontos helyszín a falu idegenforgalmi kínálatában. A tájházon belül felelhető a különböző népviselet is, ami tehát német, bolgár, magyar, és természetesen, ha vegyes lakosságú a település, akkor így mindannyian magunkénak tekintjük. Erzsébet lak a horgászok, vadászok paradicsoma. A szomszédságban lévő császártó a változatos állatvilágával elsősorban a természetkedvelőket vonzza a faluba. A faluban is volna mit látni. Egy nap nem is elég, hogy a falunak a jellemzetességét megmutassuk. Neked a császártó az már a második nap, szóval már két nap van, ugye? És a közelben ugye vannak, itt van a Zécskai, a kastély, a grófnak a kastélya, itt van a Becskerese, ugye 20 kilométerre van, közel van Idvor, ilyen kiránduló túrákat lehetne szervezni még, de Erzsébet lak volna valami módon logisztika, ugye is itt lehetne étkezni, aludni. Na hát ez mind olyan kezdő formában, gondoltuk, hogy kicsit gyorsabban fog menni, de hát én szerintem egy részben egy kicsit a krízis is a hazai piacon, ugye kicsit az is hozzájött ahhoz, hogy kevesebb turista legyen, meg kevesebb érdeklődő legyen az ilyesmire. Minden közösség jövőjét a fiatalok jelentik. Erzsébet lakon a mintegy 500 tagot számláló magyar közösség 10%-át képezik fiatalok. Ha megmarad ez az arány, akkor mi már örülünk neki. És természetesen a Művelődési Egyesületben is, ha van, akihez magyarul szóljunk, akkor már a kultúránkat is ápolhatjuk. A nemzeti öntudatot erősíthetjük, és még egyszer hangsúlyozom, az anyaországnak ebben nagy szerepe van. Erzsébet lak négy nemzete a tolerancia példaképe is lehet. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy a falu lakosai közül többen is beszélik mind a négy nyelvet. Népi hagyományok oktatásához kaptak útmutatót azok a magyar pedagógusok, akik a népi hagyományt, mint választható tantárgyat választották, és a Magyar Nemzeti Tanács által megszervezett egynapos képzésről van szó. A választható tantárgy iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A szerbiai általános iskolai oktatási programban választható tantárgyként szerepel a népi hagyományok, melynek munkatervét ezúttal Vajdaság szerte 16 tanintézményből 36 tanító ismerhette meg, és hallhatott bővebben a magyar népszokásokról, a gyerekjátékok és népdalok tanításáról, valamint a tárgyi néprajzi építészetről, Raffai Judit, Rind Melitta és Beszédes Valéria előadásában. A pedagógusok alapvetően ezt nem tanulták képzéseik során, sokan felismerték azonban a fontosságát, úgyhogy az iskolák nagyobb részében létezik ez a választható tantárgy. A szerbiai program is ezt úgy látja elő, hogy meghatároz különböző tematikus egységeket, de külön kitér arra, hogy minden terület a saját néprajzi sajátosságait kell, hogy bevigye, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a vajdasági népi kultúra valahol a tananyagban szerepeljen. Ez a képzés a Kis Lajos Néprajzi Társaság által elkészített programot, tanmenetet mutatja be, hogyan lehet ezt úgy tanítani, hogy a vajdasági hagyományokon alapuljon, hogy a gyerekek ne érezzék tehernek, és hogy azt a kapcsot, amit a néphagyományok átadásában eddig a család jelentett, most átvegye az iskola. A pedagógus azonban hozzáteszi, a szülőket is be kell kapcsolni a programba. A szülőket se zárják ki belőle, mert igazán a gyerek akkor tudja az iskolába alkalmazottakat, tanultakat otthon is megélni. A szülő is, mert sok fiatal szülő, nem ők a hibásak, azért nem igazán ismeri a hagyományainkat. Ne csak abból merüljön ki például egy Mikulás, hogy a cipőbe ajándék és egy karácsony, ne csak a fenyőfa földíszítésbe, hiszen annyira szépek a hagyományaink. Azoknak a tanítóknak, akik előadják ezt a tantárgyat, a Magyar Nemzeti Tanács a képzés mellett biztosított egy gazdag CD anyagot is a néprajzi alapismeretekkel. De a szervezők szerint az is fontos emellett, hogy a pedagógusok még hozzákutassanak saját településük néphagyományáról, hiszen azok tudatosítása különösen jelentős a kisebbségi létben.
Vendégem Raffai Judit néprajzkutató és a képzés egyik résztvevője, Tóth Éva tanítónő. Köszöntöm Önöket stúdiónkban. Mely választható tantárgyak közül választhatják ki a diákok a népi hagyományokat? Mi iskolánkban magyar nyelvből a szépírást választhatják, vagy természetterén a természetőrei nevű tantárgyat, vagy pedig a népi hagyományokat. És mint néprajzkutató, miért ajánlaná azt, hogy a vajdasági magyar pedagógusok inkább a népi hagyományok tantárgyat forszírozzák? Hát elsősorban azt gondolom, hogy minden közösség számára nagyon fontos, hogy a hagyományainkat ismerjük. Sajnos ezen sokszor gondolkodtam már, sajnos az oktatásunkból a néprajz mint olyan kimaradt. Talán pont abból, mert ez egy nagyobb rész szóbeli tudásanyag, vagy egy hagyományozódott cselekvéssor, vagy egy tárgy. És ezt valahogy régebben generációról generációra adták át. Ugye a világ változik, ezt tudjuk, ebből kifolyólag ez is egy kicsit mesterséges keretek köré kell, hogy szoruljon. Én azt gondolom, hogy az a közösség, amelyik a saját múltjával és a hagyományaival nem foglalkozik, az igazából nem képes folyamatosan megmaradni. Úgyhogy ebből kifolyólag a másik dolog talán, a vajdasági magyarság nagy része azért tudjuk, hogy falun lakik. És a gyerekek és maguk a pedagógusok, és ez a képzés is bizonyította azt, nagyon jól érzik azt, hogy az ő világuknak az értékelését, egy kicsit a fölemelését adja meg ez a népi hagyomány tantárgy, és nagyon örülnek, hogy egy olyan tudásanyag, amit ők nap mint nap látnak, az valahol az oktatásba is bekerül. Hogy maga mióta tanítja ezt a tantárgyat? 4. évvel tanítom. És hogyan fogadják a diákok? Nagyon szeretik, és nagyon aktívak az órákon. Hát úgy szoktuk megoldani, hogy ilyenkor minden gyerek érvényesülhet, és mindenki szerepelhet. A hozott szokásaikat ilyenkor fölcserélik a gyerekek, megcserélik, és egymásnak elmondják, ugyanakkor például a lagzit, vagy a szüreti bálat, azt el is játszottuk órákon, és nagyon élvezik ezt a gyerekek, nyitottak ezeken az órákon, és mindenki boldog, és örül, és jókedvű. És ez a lényege, az egyik lényege, hogy a gyerekek szeressék, és ez megvan. De nem csak ilyen hagyományápolás tartozik bele a tantervbe, ha jól tudom, hanem különböző magyar szentekkel, neveivel is ezeken az órákon találkozhatnak először. Igen, itt ugye nem csak a hagyományokat elevenítjük föl, hanem hát más régi szokásokkal is, más ünnepekkel is foglalkozunk, gyermekjátékokkal, amiket ugye szintén megismernek. Néhányat meg tudná említeni nekünk? Ősszel a szüret egy nagyon szép szokás, itt mindjárt a születi bál, ugye, ami hozzátartozik. A lakodalom az is egy olyan szokás, amiben mindenki általában részt vesz, és ilyenkor a kurjantókat elővesszük, megtanulunk egy párat, ugyanakkor eljátsszuk a lagzit kurjantókkal együtt, valaki a bőfény, valaki a mennyasszony, vőlegény, minden tag, fontosabb tag megjelenik ilyenkor a játékban. És hát mi szokott még történni ilyenkor, melyik az a fontosabb szokás vagy ünnep, a karácsony például. A szentestét, azt mindenki arról tud valamit, és avval kapcsolatban milyen szokásokat elevenítenek fel étkezés közben, vacsora közben. Az éjféli mise például az is egy nagyon fontos dolog ebből a szemszögből. Meg még hát a Mikulás, a nyuszi tavasszal, az mindegy ilyen szép ünnep, amit meg szoktunk említeni.
Az egy relatívan új tantárgy. Kiállította össze a tantervet ehhez a tantárgyhoz. Főleg, hogy gondolom nem lehetett egy az egybe átvenni Magyarországról a tantervet, mert csak nekik például a magyar nyelv oktatásán belül is jobban érintik ezeket a témákat. Kiállította össze. Ugye a minisztérium előre látott egy anyagot, meghatározta azt, hogy mik azok a tematikus egységek, például a második osztályban a népi építészet, utána később a mesterségek, és sorolhatnám, ami kötelező egy-egy osztályban, de alapvetően egy nagy szabadságot biztosított. A Kislajos Néprajzi Társaság volt, az egyesület, amelyik ezt felkarolta. Szabadkai Egyesület. Szabadkai Egyesület, így van, és minden korosztálynak elkészült az óvodásoknak, ezt Szőke Anna készítette, ami a népi hagyományok oktatása az óvodában. Jó magam készítettem ezt az 1-től 4. osztályt, és Pap Árpád kollégánk készítette pedig a felsőbb tagozatoknak a ugyanúgy élet a múltban, azt hiszem ez a tantárgy neve, de még gyakorlatilag ezt a programot, ami ugyanúgy néprajzi alapismeretek és ugyanúgy választható tantárgy. Ez a Kislajos Néprajzi Társaság honlapján meg is található ez a program, és az MNT ezt kezdettől fogva nagyon fontosnak tartotta. A különböző stratégiáiba, az oktatásiba is bekerült ez, és részben ennek a munkának a folyamata az, hogy az idén már másod ízben szervezi meg ezt a népi hagyományok oktatása kurzust. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy kb. 80 tanító vett részt rajta. Ez nagyobb részt Jóhorti Lívia munkája volt, és neki köszönhetjük. Ezt a 80 tanító, én azt hiszem, hogy ez egy szép szám. Ezek nagyobb részt, nem mondhatjuk azt, hogy mindenki tanítja ezt a tantárgyat, viszont ami nagyon fontos, hogy valahol ez a tananyag, ez bekerülhet a többi tantárgyba is, és én remélem, hogy azok, akik nem ezt választották, azok a következő években ezt fogják. De a képzéses szüksége is volt a tanítóknak, mert kicsit óckodott nagyon sok tanító, gondolom, bevállalni ezt a tantárgyat, mikor nem voltak kellőképpen felkészítve az egyetemen ennek a tantárgynak az oktatására. Talán még azt az egy mondatot elmondom, hogy a magyar tanítóképző viszont a jövő évtől tervezi, hogy a mesterképzésen ez egy külön modulként fog indulni. Ez egy nagyszerű hír. Nagyon szépen köszönöm, hogy stúdiónk vendégei voltak. Köszönjük szépen. És a hétvégén újabb választások, ezúttal Tisza Kálmán falván tartanak választásokat. Vendégem Juhász Attila, a VMS körzeti megbízottja. Budiszavai vendégem sajnos nem érkezett még meg, mert útközben szerencsétlenség érte őket. Nagyobb baj nem történt. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Hála az égnek, Kis Gyulának nem történt komolyabb baja. Útban van idefelé, de egy kicsit késni fog. Tehát akkor várjuk, hogy lehet, hogy sikerül megérkeznie. Túl vagyunk egy vervászi választáson. Nyugodtabbak lesznek-e a Tisza-Kálmán falvai választások? Mit gondol? Hát Újvidékvároshoz tartozik Tisza-Kálmán falva, Budiszava.
És mint a Vajdasági Magyar Szövetség körzeti megbízottja, igyekeztünk egy olyan támogatói kört kialakítani magunknak, a Tisza Kálmán falvi magyarság, amely a falunak egyharmadát alkotja. Úgy gondolom, hogy elég komoly politikai erőt képez ahhoz, hogy a helyi közösségi választásokon, mert helyi közösségi választások lesznek, tehát ez az önkormányzatiságnak az a szintje, amivel mindenkinek tisztába kell lenni, hogy a helyi közösség, gyakorlatilag a helyi tervezés és a szervezésnek az az alapszintje, amely, hogyha nem vagyunk jelen, amelyet, hogyha passzivitásunk folytán hagyjuk másnak átadni, és nem mi, hanem azok az emberek, akik a mi program célkitűzéseink mellé sorakoznak föl, Tisza Kálmán falva esetében, akik nem a nemzeti oktatás ügyét tartják szem előtt, akik nem ezt a regionális identitást érzik magukénak, akik a saját művelődési életüket nem követik és nem művelik, akkor ne várjuk azt, hogy a helyi közösség olyasmit fog csinálni, amit mi szeretnénk. Na most Tisza Kálmán falván a 11 helyi közösségi helyre 6 jelölt van, akik önálló jelöltként összegyűjtötték a helybeliek támogató aláírását, és ez a 6 ember, akit a VMS-szel egyeztetve most támogatunk, mint egyéni jelöltet, ők a Milanovic Sándor, Bábi Csilla, Kalapáti Mihály, Bátori Ferenc, Bába János és Kis Gyula, aki jelenleg is a helyi közösség vezetője. Hát nehéz dolog a helyi közösségi választás, és mint minden választás. Gyakorlatilag el kell adni az embernek azt, amit eddig tett, és meg kell tenni azokat az ígéreteit, amelyek a közösséget érdeklik és érintik. Hát Tisza Kálmán falva gyakorlatilag majdnem úgy üzemel, mint Újvidék egyik külvárosa, de ez a mekkora előnyt jelent, akkor a hátrányt is tud jelenteni egy kis település esetében, mert az emberek egy része, jó része ingázik, de viszont az igények azok helyben is megvannak, tehát az a művelődési és oktatási igény jelen van, amelyet már eddig is sokat tettek a helyi képviselőink, tehát a napközibe biztosították a magyar nyelvű napközit. Nagyon fontos az, hogy az első osztályba iratkozó gyerekek számát sikerült megnövelni, épp a helyi politikai jelenlétnek és erőnek tulajdonítva és ennek következtében. Nagyon fontos, hogy a művelődési élet új színfoltot kapott. A Művelődési Egyesületnek éves támogatása bekerült a helyi közösség költségvetésébe, és költségvetési tétellé vált. Ez úgy tűnhet egy külső fül számára, hogy egy jelentéktelen dolog, hogy most mit számít az, hogy de ez a pénz, hogyha nem ide került volna, és nem ide irányítják azok az emberek, akik erről dönthetnek, akkor másfajta célokat is szolgálhatott volna. A tájházat létrehozták Budiszaván, Tisza Kálmán falván, ahogy jóvá hagyta már a Magyar Nemzeti Tanács is, javasolva van, hogy legyen a Tisza Kálmán falva ismét a magyar megnevezésre településnek. Erről még folynak az egyeztetések, de hát vannak ilyen településeink, ahol nehezen áll rá a szánk a jó magyaros, szaftos nevének a településnek. A művelődési házat felújították, a katolikus kör működik és megújult. Nagyon fontos az, hogy a parókia és az orgona is felújításra került, és ami a legfontosabb valóban az, hogy a katolikus kör ismét visszakerült a közösséghez. Mert a Tisza Kálmán falvi magyarok azért mégiscsak az egyházon belül, az egyház mellett tudnak összejönni és egybe dolgozni. Én úgy gondolom, ezek azok a fontos tények, amelyek jelen vannak. Emellett ott vannak az életminőség javító beruházások, mint amilyen a csatornázás. A városi csatornahálózat lassan eléri Tisza Kálmán falvát. Ez azért fontos, mert hogyha egy település csatornáza van, akkor a 21. század környezetvédelmi föltételeihez, az Európai Uniós elvárásokhoz is már tud igazodni, és ökológiailag egy megfelelő környezetet biztosítani a továbbfejlődésre. Nagyon jó, hogy újabb gazdasági vállalkozások és vállalatok betelepülése van kilátásban, és ezek azok, amelyek viszont a legfontosabb tényezők, tehát nem elég csak megmaradni és ott maradni, valamiből élni is kell. És ennek a biztosítása is a helyi közösségi választásokon induló képviselőjelöltjeink, a jelenlegi helyi közösségben tevékenykedő embereinknek fontos célkitűzése, és amire legbüszkébbek vagyunk. Mondjam azt én is, mint körzeti megbízott, hogy az összetétel, a csapat, akik a
akiket mi támogatunk, ezek az emberek, az a 6 jelöltből egyik fele a fiatalok teszik ki, a másik felét pedig a tapasztaltak, hogy finoman fogalmazzak. Tehát van egyfajta kontinuitás a helyi közösségi összetételben is, és úgy gondolom, hogy nem kell csodát várni, de viszont a maximális megtehetőt és az elérhetőt ezek az emberek biztosra ígérik és meg is teszik, ahogy már bizonyítottak eddig. Egy adat szerint, egy régebbi, picit régebbi adat szerint a lakosok 27%-a vallja magát magyarnak. Hogyan látja az ottani magyar politikum helyzetét? Milyen eredményekre számítanak? Egy településen, ahol egyharmadrészt magyar lakta településről van szó, nagyon sokat számít minden egyes szavazat. A helyi közösségi választások általában nagyon nagy passzivitással számolnak szinte mindenfelé. Nem csak Vajdaságban, nem csak Bácskában, hanem egész Szerbia szintjén, mert a helyi közösségi választások nem a nagy választások időszakában vannak, mindig a nagy választások azok, amelyre a pártok koncentrálnak. Én úgy gondolom, hogy a helyi közösségi választások egy ilyen pártnál, mint a miénk is, a Vajdasági Magyar Szövetség, nagyon fontos szerepet játszanak, mert a helyi közösség az, ami a szubszidiaritás elvét igazán tiszteletbe tartja és megtartja. A helyi szinten való szerveződés és a helyi szint az, ahonnan elindulnak az alap elképzelések, és így tudnak igazán megvalósulni. És annak külön örülök, hogy ide érkezett Kis Gyula barátom, hogy ő is elmondja a saját ígéreteit. Megkérem, hogy foglaljon helyet. Egy pillanat, megérkezett Kis Gyula, a Budiszavai Helyi Közösség Tanácsának elnöke. Reméljük, hogy foglaljon helyet. Reméljük, jól van. Köszönöm, jó estét kívánok. Köszönjük szépen, hogy megérkezett. Jelenleg mit vár és mit ígér a választóknak most gyorsan, mert már az időnk lejárt, vége felé járunk. Erről kellene talán egy kicsit beszélnünk, hogy mi az, amit ígér a választóknak. Hát általában, amiről beszélgetünk a polgárokkal, azt meg is valósítjuk. Ezt bizonyítottuk már 12 éve Budiszaván, és gondolom, hogy a polgártársaink ráismernek azokra az értékekre, amelyek itt Budiszaván már az elmúlt évtizede ugye vezeti a falut. Az ígéreteink azok csekélyek, de egy reális, egy megvalósítható 4 év alatt ugye el is képzelhető annak a tervbehozása és kiépítése. Itt beszélnék a szennyvíz csatorna hálózatról, amely már félig kész van, igen, elkészültek a tervek, meg is indult a kivitelezés. Sajnálatos módon már az őszi hónapokban elkezdődött volna az építkezés, csak hát némely politikai akarat nem úgy gondolkodik, hogy a polgárok javát szolgálja, de gondolom, hogy a választások után 48 napon belül elkészül a falu fele, jövőre pedig a második fele. Én gondolom, hogy ez nem ígéret, ez már megvalósult, vagy megvalósítható terv. Ezután beszélnék egy olyan nagy projektumról, amely én gondolom, hogy Vajdaság szerte értékelendő. 25 munkást fogunk jövő tavaszra munkába állítani, budiszavai lakost. Egy 3 millió eurós befektetés valósul meg. Öntapadó szallaggyárat építünk Budiszava határában, és mondjuk 2-3 éven belül megkétszerezzük a munkások számát. Ez sem nem ígéret, ez a valóság, ez sikerült az elmúlt 4 évben ide vonzani Budiszava határában, és beszélnék a további fejlesztésekről. Tehát ez nagyon sok munka lehetőséget. Igen, hát az ember akkor látja már, mikor elindulnak a gépek, amikor meglátja, hogy milyen volumenű ez a befektetés. Mit mozgatnak meg ezzel, akkor érezzük mink is valójában meg, hogy mi történik Budiszaván. Ezután ilyen kisebb jellegű dolgok, ha bár minden egyes tervünk alaposan át van nézve, értékelve és rangsorolva. Itt kiemelném a kerékpárút kiépítését, amely
beépíti Budiszavát abba a hálózatba, amely végigkíséri a Dunamentét kerékpárúttal, és egy elég merész tervünk van, de közösen Baks községgel, egy magyarországi községgel megvalósítjuk. Egy IPA pályázaton szeretnénk részt venni a víztorony építésére. Tudjuk azt, hogy a nyári hónapokban nagy a vízszükséglet, nagy a vízhasználat. Ingadozik a nyomás, ezt akarjuk megakadályozni ezzel a tervvel. Már a megvalósíthatósági terv elkészült, úgyhogy csak lépni kell előre, merészen, és ezek a mi terveink a jövőben. Én nagyon sok sikert kívánok akkor a vasárnapi választásokon, és nagyon szépen köszönöm, hogy vendégeim voltak. Köszönöm. Műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Tisztelt nézőink, Önök a Pannon Televízió közügyek című magazin műsort látták. Örülünk, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk holnap is. Viszontlátásra!